nem tudni a teljesen pontos időt, amikor Nuka egyszer csak megjelent. Vagyis a megjelent szó nem fedi a valóságot. Mert nem megjelent, hanem egyszer csak itt volt, és pont. Itt volt, teljesen valóságos maga mi voltában. Ez több bonyolult kérdést is felvetett. Nuka ugyanis jegesmedve volt. December 25-e meghozta Nuka a világjáró jegesmedve kalandjainak folytatását. A Vörösmarty Színház művészei Kricsár Kamil és Kerkai Rita márciusban megkezdett történetének folytatásaként varázslatos mesevilágba kalauzolnak el bennünket, kicsit nagyot, s teszik ezt végtelenül emberi, játékos mélységekkel átszőtt melegséggel. Legutolsó jelenetet kivéve ez megvolt kvázi májusra, ugye, mert az volt a ugye tavasszal, amikor csináltuk ennek a teljesen animációs Rita itt Fehérváron a panelházban, én lent Zalába, mint író. Ebből az volt a terv, hogy ez ilyen hosszú lesz, tart, ameddig tart. És ugye a hosszát meg igazából, megmondom őszintén, nem is én határoztam meg, én csak lezártam a végén, hogy kvázi legyen, mint egy lekerekítése, hogy hány szereplő van benne. Tehát ugye az elején megvolt, hogy kik szeretnének benne lenni, és akkor ebben benne volt a, ugye, beleve a Rita, aki volt a Nuka, meg ugye azt ne felejtsük, hogy az ő ötletéből volt, tehát hogy szokás szerint ez megint úgy történt, mint már nem először, hogy csináljunk egy mesét, és azt gondoltam, hogy legyen benne egy jegesmedve. Ez így indult. És én meg ültem otthon Zalaszentgróton mellett a kis házamba, és akkor ott nem tudom, aztán történet jön, és akkor ez mindig úgy jön egy plusz szereplő, mert ugye az volt a lényeg, hogy több szereplőt mozgassunk a társulatból, Vörösmarty Színházból, és akkor minden egyes epizódnak ugye más a szereplője, és akkor ők felmondják majd otthon a szöveget, Rita csinál rá animációt, és akkor nem tudom, most nem is tudom, hogy az eredetibe, a tavasziba, hogy nem tudom, 5 részig jutottunk talán, tehát hogy aztán jött a nyár, meg ugye ősszel nekiálltunk próbálni, tehát az így abban maradt, és akkor megjött ez az új helyzet, és akkor mondtuk, hogy csináljuk már végig, és akkor legyen belőle egy. Tehát az igazából az egésznek a hossza, meg amikről szól, meg a most nevezzük fejezeteknek, vagy epizódoknak, amik ugye vannak benne, az mindig az, hogy a következő szereplőre is kellett írni. Tehát ez tényleg ilyen teljesen gyakorlatias módon történt, hogy akkor a Bianca a következő, Bianca megmondta, hogy hát neki itt van a párja, aki fiatal kollega a Vígszínházból, a Balázs, és akkor hogy ő se csinál semmit, és akkor jó, akkor Balázsnak is írunk, mert hogy neki is lenne kedve, mert hogy nagyon tetszik neki. Akkor a Diának, és ez így mentünk sorba, és akkor ősszel, amikor megjött ugye a karantén, vagy a bezárás, vagy a nem tudom, hogy nevezzem, ami van, akkor meg megint a akkor annyi, hogy mondtam, hogy egy ilyen végét csináljunk, hogy az legyen meg. Nuka egyszer csak itt volt, és nemes egyszerűséggel, mint aki épp leugrott a közeli kisváros boltjába vásárolni, és már vissza is érkezett, ennyit mondott. Szia! Ha az emberre ráköszönnek, és mondjuk ott köszönnek rá, ahol lakik, automatikusan megnézi a köszönőt, majd mivel udvari a szellemben szocializálódott, vissza is köszön. Így hát fordulásból nézve én is köszöntem. Szia! És itt elakadtam. Beledermedtem a pillanatba, és erősen tekingettem a konyhaasztal felé, hát ha üres az az üveg, amiben ezen a környéken pálinkát tartanak a sokféle hasznosság jegyében. Mert ha üres, akkor az eltúlzott mámor állapotában egy jeges medve lányt képzeltem, aki tisztán csengő gyermeklány hangon a saját nyelvemen köszönt éppen. De nem. Sajnos az üveg, amiben a pálinka várta, hogy hasznosságát megmutathassa a nagyvilágnak, teljesen tele volt. Én nem gondolom, hogy ez felnőtt mese lenne. Felnőttek is élvezik. Tehát az, hogy szerintem minden jó mese, ami van a világirodalomban, vagy az felnőtt mese is. Tehát most, ha nagyon belegondolunk, az
Abszolút, tehát az összes nagy klasszikus mese az felnőtt mese is, mert jó. Tehát most ha bármelyik Lázár Ervint leveszi a polcról, az felnőtt mese is. Tehát hogy ez olyan, mint olyan, mint egy jó színházi előadás, hogy mindenkinek van belőle. Tehát mondjuk egy jó, akár felnőtt színházi előadás úgy néz ki, aki csak 8 általános végzett, annak is jó, meg aki 3 diplomával 4 nyelven beszél, annak is jó. Csak őnek mondjuk lehet, hogy több a réteg, de hogy mind a kettőnek jó tud lenni. Tehát hogy ez nem zárja ki. Szerintem ez abszolút gyerekmese is, meg felnőtt mese is. Akihez megyek, lakhat bárhol, tudok vele beszélni. Mintha lenne bennünk egy mindent fordítógép. Te értesz? Én is értelek. De kívülről nézve, én mindenféle medvehangot adok. Te meg embernyelven a sajátodon mondod, ami teljes zűrzavarnak hallatszik. Kerkai Rita Nuka, Töpörtyű óriás jegesmedve mélységesen valóságos hangjaként és illusztrációival is arra késztet, már-már kötelez bennünket, hogy gondoskodó szeretettel megrajzolt figuráiban ismerjünk mai önmagunkra, s váljunk kicsit jobbá, figyelmesebbé mindennapjainkban. Egyszer egy mese gyerekeknek, de ugyanakkor nagyon erősen kapcsolódik ahhoz a helyzethez, ahhoz a létállapothoz, amiben most élünk. És a Kamil meséiben nagyon szeretem azt, hogy egyszerre van egy felnőtteknek szóló rétege, és egy gyerekeknek szóló rétege, és így egy család, hogyha együtt megnézi, akkor mindenki kap egy olyan gondolatot, amit aztán a későbbiekben tovább tud gondolni. És hát a Kamilnak a meséi nagyon erősen reflektálnak társadalmi problémákra. Például itt a Nukának, a jegesmedvéknek a története, amit elmesél a Nuka, hogy az valahogy nagyon átélhető most, és hogy valójában ez a közös szorongás, amiben most élünk, hogy azt szerintem nagyon szépen képileg megfogalmazódik ebben a mesében. Kamil megírta azt a mesében, hogy egy ember, hogy önmagába bezárkózva, egy kis szobába zárva, hogyha meg tudja találni a saját belső világában a nagyszerűséget, illetve abban a pici kis világban, amiben éppen mondjuk legyen az egy saját szoba akár, hogyha oda be van zárva, és ott mindig tud valami újszerű dolgot találni, vagy belelátni dolgokba, valami egészen összetett, komplex kis világot, akkor valójában egy nagyon gazdag életet lehet élni. És hát valahogy a munkafolyamathoz is ez kapcsolódott, hogy az volt nagyon jó, hogy ez nem véletlen, hogy ki van a végén írva, hogy rendező az nincs, mert hogy valahogy így működtünk együtt, hogy egymásnak a kis ötletei mentek tovább, mindenkinek megvolt a maga kis feladata területe, és akkor azokat próbáltuk egyébként egymásnak folyamatosan megmutatni, ezeket a kis részeredményeket, közös gondolatonként, vagy gondolatként összehozni. És nagyon rám például, ugye egyszer ezt feldolgoztuk egy animációs kis filmmecskébe, sorozatba, és most pedig nagyon érdekes volt az, hogy dolgoztam újra azt a dolgot, elfelejtve az előzőt, és a Kamil folyamatosan írta a szöveget, közben a Tamás megírta hozzá a zenét, közben már megvolt a felvétel, és hogy ezeknek az összjátékához képest az ember, hogy mit rajzol, és kiderül, hogy egy teljesen más dolog jön ki belőle. Nézzenek oda! Méltóztatott észrevenni és leereszkedni hozzám az uraság. Pedig jó magam, már 2 éve lakója vagyok a közösségnek. Igen, jól hallotta, 2 éve, december 22-én tetszett felfogadni engem több ezer testvéremmel együtt, még fenyőfa, mi voltunkban. Gyuri gazda általános kis és nagy karácsonyfa iskolájából hozott el, hogy tegyük csodálatossá az ön ünnepét. Mivel a tisztesség ott felügyel minden cselekvés eredőjénél, Nuka is újdonsült barátja illanak útra kell, hogy felfedezze a világot, hogy elámuljon mindenen, ami körülvesz minket. Felső normandiai jegenye Elvirával találkoznak a tűlevéllel, aki beesik a padlórésbe és ott marad karácsony utánig, de aztán kiderül, hogy előbb vagy utóbb mindenkit utolér a lelke. Nem lepett meg, mégpedig azért, mert ismerem a Kamilt.
ennyire, és tudom, hogy ha ő belekezd valamibe, akkor az folytatni fogja. És egyáltalán nem lepődtem meg. Inkább annak örültem, hogy újra, ahogy csináltuk ugye a Meselátóhegyet, még régebben a Hópely hercegnőt, és az, hogy újra egy kicsit belelátunk az ő fejébe. És nekem azért tetszik nagyon a Nuka, mert amit az előbb mondtál is, és beszéltük, hogy én azt érzem, hogy családi program. Olyan szempontból, hogy egy szülőnek ott kell lennie, vagy egy barátnak, vagy valakinek, főleg, hogyha mondjuk kisgyerekről van szó, és akkor ott van egy szülő, és közösen, tehát, hogy ő is segít neki, elmagyarázza, hogyha nem érti, vagy összefüggéseket keres, vagy megpróbálja átfordítani, és már van ugyanúgy miről beszélni, tehát le lehet őt is foglalni. És akkor így a szülővel együtt nagyon kevés olyan történet van szerintem most, manapság, vagy amit az emberek ismernek, vagy használnak, ami ilyen közös, nem kell belőle levonni olyan messze menő következtetéseket, hanem közben történik az emberrel. Egy-egy mondat megérinti, egy szó, egy gondolat, és akkor utána az ember azt tovább gondolja magában. Tehát nem kell, hogy valaki ezt megmondja, hogy miért az, hanem tovább gondolja, és én ezt szeretem. Vigyázz! Szólt rám Nuka. Igen, igen. Már én is akartam mondani, hogy jobb lesz nem lefelé tekintgetni. Igazam van, vagy nincs igazam? Mert igazam van. Szólalt meg egy kis rekettes hang a háttérből. Igaza van, vagy nincs igaza? Mindegy az most. Az a lényeg, hogy maradjon fenn, ha már feljött, és ne essen vissza. Válaszolt egy női hang. A törődés és a törődés ebben a történetben nem törődöm. Szóvirág, zagyvaság, így az sem véletlen, ahogy Baloléér Bianca Katiani szerepében kaput nyit a vándorlók előtt. Pont emiatt tetszett nekem, amikor olvastam, mert hogy egy ilyen mindenféle korosztálynak érzem azt, hogy mondjuk egy a kisöcsém, aki 10 éves, csak mást értene meg belőle, mint mondjuk én vagy anyukám, a mélységeit, vagy a sokrétűségét, hogy először olvasva talán látnék bele egy belső utazást, egy magányból adódó belső utazását a férfinak, de közben látok benne egy ilyen a kisjeges medvének a felnövés történetét, vagy mint kísérő, de közben nekem ez is nagyon tetszik, hogy mint egy jeges medve motívum, ami teljesen aktuális, hogy egy védett állat, egy kihaló félben, tehát vajon az én gyerekeim látnak-e majd jeges medvét. Szóval, hogy szerintem tök sok mindenre így rávilágít ez a kis történet. Ugye van ez az én karakterem, ez a befőttes üveg, a kétféle, a nő, a férfi, a viszály közöttük, és mint egy ilyen révész, egy kapuőrök, akik átengedik az utazót. Amikor Rita átküldte, hogy na, akkor ez én vagyok, és nagyon, nagyon izgatott voltam, mert szerintem nagyon jó ez a hangjáték műfaj, vagy nagyon jó érzés ezt csinálni, mert teljesen más, hogy csak a hangoddal láttatsz, a hangszíneddel, a tempókkal, a szövegben, és akkor így úgy próbáltam otthon, hogy én nagyon sok ilyen üvegcsét gyűjtök, tehát rengeteg ilyen üvegem van, ilyen kis fűszeres gomboknak mindenféle üvegek, és akkor a két üvegcsével próbáltam, és nagyon szórakoztató volt egyébként. Fazék dombi régi kalappanzió, nézz erősen, s már is ott vagy. Mindketten erősen néztünk, azt megmondhatom. S tényleg ott voltunk. Egy nagy fazékdomb, és a tetején, mint valami furcsa fedő, egy régi kopottas kalap. A régi kalap panzió. A domb előtt pedig ott állt mosolyogva egy egészségesen telt karcsú csupor, és a már ismerős hangon, a tábla hangján hangosan invitált bennünket. Parancsoljanak a kedves vendégek! Isten hozta önöket a fazékdombi régi kalap panzióban. Borcsupor Borbála vagyok, a tulajdonos. Csak hogy végre megérkeztek. Engem Nukának hívnak. Ilánnak, csókolom. Jaj, de nagyon örülök. Fáradjanak utánam. Pardon, hogy én megyek elől, de félek eltévednek. Beengedhetsz, Tibi. A kisbarátok útja végül a fazékdombi régi kalap panzióba vezet, ahol Borcsupor Borbála asszonyság a házigazda. Hangját Kis Diana Magdolna kölcsönzi, aki mivel nem a verbális álmokfutás bajnoka, szintén lubickol a karakterében. Fontosnak tartom a jó beszédet, a szép beszédet. Nekem is van beszédhibám, de
Ez az írás, amikor Kamillát küldte, akkor nekem ez egy komoly feladat volt, hogy ezt a rengeteg jelzőt, ezt szépen el tudjam mondani, és ezeket lehessen érteni, hogy érzelem. Tehát ezek a jelzők nagyon bonyolultak voltak, úgyhogy ez nekem gyakorolni való volt. De hát az egész mesébe lehet fürdőzni, mert igazából tényleg hiányzik az, hogy én rengeteg animét nézek, és rengeteg olyan felnőtteknek szóló egyébként komoly mesét, ami visszavezet a gyerekkorba, meg visszavezet az alaptípusú érzelmekhez, mert most már annyira azt gondoljuk, hogy olyan bonyolultan kell mindent felfogni és megérteni, és olyan érzelmi katyvasz vesz minket körül, hogy a legegyszerűbb dolgok felé kell fordulni. Szeretet, tisztelet, megértés, és ezek a dolgok. Nem kell mindent túlgondolni, és ez a történet is, ahogy mondtad, hogy a felnőtteknek is el kellene tudni merülni. Egy mesében szerintem a felnőtteknek szóló mesekönyveket is kéne írni, nem csak gyerekeknek. Abban a helyzetben, amiben most van a világ, és ahogy bezárva élnek emberek, és elszakadnak sok esetben a családjuktól, vagy a barátaiktól. Én például nagyon régen nem találkoztam a barátaimmal, és nagyon hiányoznak. És az, hogy egy ilyen mesén keresztül ezeket az érzelmeket újra átélhetjük, vagy magunkban újra felhozhatjuk, vagy ezen keresztül esetleg egy beszélgetésbe bele tudunk bonyolódni, hogyha ő is látta, én is láttam ezt a történetet, akkor ezeket az érzelmeket újra meg lehet élni. És nagyon fontos, hogy ne felejtsünk el érezni, mert különben tényleg teljes kiürülés és báb állapot lesz bennünk. Akkor hatan vagyunk, tehát sok lenne a hat hajó, kivéve, ha hozok még legénységet. Meg lesz! Az elfeledett piros és kék fiúk. A két gombfoci csapat. A hajók pedig varázslatos virágszalvétákból lesznek, villaárbóccal és zsebkendővitorlákkal. Munkára! A Júli és a gombkalózok című történetben a félelmetes tengeri gomboknak okoz kalamajkát a kislánya Tócsa tengerben, hogy aztán lelkesen újraépítse a flottát. Júli szerepében Ladányi Júliát hallhatják, akinél a tisztesség ott felügyel minden cselekvés eredőjénél. Ez volt ebben a különleges, hogy Kamill elkezdte ezt a projektet, vagy hogy megírta ezt a történetet, és Ritával belekezdtek még márciusban. És valahogy sokan kedvet kaptunk hozzá, hogy ebben részt vegyünk, mert annyira tetszett, vagy annyira izgalmasnak tűnt, meg őszintének ez a dolog, hogy így jeleztük, hogy akkor mi is, vagy én is szóltam, hogy szívesen részt vennék benne. És már ugye ismertem a történeteket, azt az első párat, ami még tavasszal született. És akkor, amikor kiderült, hogy én Júli néven veszek részt ebben a dologban, az meg külön ilyen megtisztelő, hogy a saját nevemet használja, és én vagyok az egyetlen, aki a saját nevén szerepel ebben a történetben. És egy kicsit emiatt azt is gondolom, hogy talán közöm lehet ahhoz a kislányhoz. Rólunk szól, vagy a mi világunkról szól, csak egy kicsit fölötte áll annak. Tehát ugyanazokat a problémákat feszegeti, amikkel mi küzdünk, vagy nem tudunk megküzdeni, vagy szeretnénk, vagy ez az emlékezés, meg annak a szomorúsága, meg az eltűnés, vagy akár a halál kérdése, vagy ilyen, tehát mindenféle olyan probléma, amit az embernek önmagában nehéz feloldani, és ezeket talán segíti elfogadni, vagy megérteni. Én csak nemrég születtem. Nem igazán értem. És azt se tudom, hogy most ébren vagyok, vagy álmodok. Most álmodsz. Akkor te... Én átjárok a világok között. Sok ideje már. De eljött az ínség, és vele eljöttél te is. Így már én is indulhatok. Hová? A többiek után. Már mind elmentek. Csak én maradtam, és te. Elmentek? Anyu is odament? Ott van? Ott van, kicsinuka. Mindenki, aki eddig valaha volt. Hol? Hófehér világ. Mi így hívjuk. Én is megyek. Nem, kicsinuka. Te nem jöhetsz. Te vagy az utolsó közülünk.
te leszel az új őrző, világok kapuőre. Az én tisztem lejárt. A tisztesség kegyeltjei jól járnak, ha a szeretethez társulva figyelik Kelemen Istvánt, Tomkin az öregecske jegesmedve bőrébe burkolózva. Van, amit újra és újra el kellett olvasnom. Nem azért, mert nem értettem meg elsőre, hanem azért, mert hát ugye ez nyilvánvalóan nem csak gyerekeknek szól, hanem felnőtteknek is, egy bizonyos réteg mélységei felnőtteknek is szólnak, és azokat jól a helyére kellett rakni. Az én figurámat is, ugye ezt a Tomkint, aki pontosan a szellemek otthona, világok őrzője, ezt a jegesmedvét, aki világok között mozog, és hatással van a szelekre, lecsillapíthatja a szeleket. Tehát mindannyiunknak van oda át, amár a másik világban, kedvese, szülei, barátai, és bizony jó lenne valaki, aki mozogna ez a két világ között, és megnyugtató választ adna, hogy jól vannak-e. Ez számunkra egy új műfaj. Én nagyon sokat rádióztam még, talán itt a fiatalok kevesebbet, hogy csak hangban átadni egy történetet, azt nem tudom megmondani, hogy nehezebb vagy könnyebb, de minden esetre egészen más színeket, másféle gondolkodást kíván. És nagyon jó volt így együtt lenni, így rádiójátékszerűen. Az irány? Kérdezte Julitól. Irány, az est hajnal. Új szél, új élet. Hallottátok? Irány, az est hajnal! Ahhoz, hogy a szereplők lehessenek csillagoknak fényei, hogy közösen teremtve a méltóságot követve juthassanak közel az időtlenhez, nagyon kellett Matkó Tamás zenéje is. Megláttam, hogy 56 perc, és azt éreztem, hogy ez biztos, hogy nem fog menni ennyi idő alatt. Tehát, hogy, mert hogy tavasszal, amikor elkezdtük, akkor egy 3 percen dolgoztunk 2 napot, és amikor megláttam, hogy ők csináltak egy 56 perces videót, akkor azt éreztem, hogy ez kizár dolog, hogy ebben 2 hét alatt ilyen zenéket, vagy akármilyen hangi anyagot hozzá tudjak rakni. Aztán végül is megoldottuk, és sikerült, de tehát teljesen más volt a tavaszi, meg a mostani Nuka, mert a tavaszi az egy inkább saját magunknak egy ilyen szórakozásnak indult, hogy így felfedezünk különböző technikákat, videó, alá zenét csinálni, de hogy nem volt, ugye nem volt tétje, nem volt egy kitűzött határidő vagy akármi. És akkor ehhez képest, ami most született, ez meg egy végigírt darab, aminek van egy saját dramaturgiája, amit rendesen meg kellett csinálni. Én nekem azért ez egy ilyen kis szigetként éltem meg élem meg mai napig ezt az előadást, mert én egyébként a mindennapi életemben ilyen színházaknál dolgozom, ahol sokkal személytelenebb a dolog. Természetesen a munkafolyamat az ott is mindig őszinte, hogyha az ember megtalálja a kapcsolatot a darabban, de itt nem volt kérdés, hogy megtaláljuk-e, hiszen annyira eleve egy baráti társaságnak egy ilyen teljesen természetes módon jött ez föl, szóval ilyen szempontból ez csak is végig pozitív volt, mert ez egy felfedezés volt mindenkinek, hogy eleve most íródik a darab, tehát amikor így együtt születnek a dolgok, akkor az mindig ilyen, hogy mondjam, sokkal inspirálóbb folyamat, mint amikor van egy kész anyag, egy olvasópróba, egy bemutató dátum. És... Siegfried és az ismeretlen fölém hajoltak. Északszél hercege és egy hatalmas jegesmedve, Tomkin. Megnyugodva, hogy mégse vagyok egyedül, ami persze nem volt igaz, mint később kiderült, puha, mély álompaplan borult fölém. A közönséggel való párbeszéd keskenypallós, ezt nagyon is tudja Torma Sándor, aki egyszerre hangmérnök, operatőr és vágó, helyesebben kivételes tehetségű hangmérnök, operatőr és vágó. Amikor a Kamilla ezzel megkeresett, hogy ezt most csináljuk meg mi, hogy felmerült a lehetőség, hogy videós tartalommal együtt kerüljön ez ki, és ne a Ritának a rajzai fedjék el most a hangjátékot, hanem lássuk a színészeket is közbe. Tehát alapvetően a rádiójáték jellegéből próbáltam úgy kiindulni, hogy egy
úgymond lecsupaszított tér, amiben tulajdonképpen a színész, aki felolvassa és átéli ezt az egész történetet és a szerepét, az látható legyen úgy, hogy mellette ezt később a Rita rajzaival színesíteni fogjuk, amiben azért az hozzátartozik, hogy ezt muszáj volt megcsinálnunk, úgyhogy befényképeztük, körbevagdostuk, hogy egy kicsi plusz mozgás legyen ebben benne, de nagyon minimális. Nagy segítség volt maga az, hogy hallgattam az előző meséket is, hogy így meg a Kamilla már többször dolgoztam, és akkor így tudtam nagyjából az ő gondolkodását, hogy mindenképp egy olyan világítást próbáltam választani, ami komplementere mondjuk az emberi bőrszínnek, tehát ezért volt a kék háttér és a fekete függöny, hogy semmi más ne vegye el a figyelmet az adott karakterről, és az ültetéssel is próbáltunk egy picit játszani, mert mindenképp az volt a koncepcióm, hogy egy fő fény legyen, ami egy ilyen nagyobb felületű és kvázi nem éles árnyékot rajzol, hanem egy szép szort fényt ad nekünk, hogy aki a szélére vagy közelebb kerül, azok mindig egy kicsit más megvilágításba kerülnek ezáltal. Este előadás. A helyi varázspalotában, ahol pár hazai varázsszínműves kíváncsian nézte a messziről érkezett tanoncokat. Közöttük volt Ünnepi Ferenc is. Úgy érezte, ott kell legyen, mert illendő, meg fiatal is volt. Szerette az életet és a varázsmesterséget. Beült, mint egy átlag, ártatlan civil. Olyan akart lenni, mint a többiek. Mintha még mindig gyermek lenne, aki először találkozik a színműves varázslattal. Mérinek természetesen helye van a csapatban, hiszen ő az, akinek meg kell formáznia a csillagoknak fényeit. Engem a legeslegvégén kértek fel bármire is, és ez nem más, mint hogy készítsek üvegből kis nukákat. Tehát én nekem ez a próba folyamat arról szólt, hogy közben üveg díszeket, ezeket karácsonyra készítettem, tehát ezt ilyen karácsonyfa dísznek adtam ajándékba, megvitték el ajándékba. 25-én én is nagyon vártam, én nem erre számítottam, és kellemesen csalódtam, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó kis mese, és abban teljes mértékben igazad van, hogy ez nem csak a gyerekeknek szól, hanem a fiatal felnőtteknek is. Az biztos, hogy nem színpadra való, én nem gondolom, hogy színpadra való, én inkább mesekönyvre gondolok, szerintem ez inkább egy ilyen 0-tól 99 éves korig való történet, inspirált. Tehát igazániból ez az egész inspirálja, aki alkot, az nagyon jól tudja, hogy valahonnan mindig meríteni kell egy kis inspirációt, és nekem ahhoz, hogy én ezt a kis medvét meg tudjam csinálni, nekem ehhez kellett a Kamillnak az ötlete, meg a Kamillnak a kisugárzása, hogy ez így nézzen ki. Hozzáteszem, a Lili volt szerintem, aki legelőször megemlítette, hogy valamit kéne kezdeni ezzel az üveg és a nuka kapcsolatával, és akkor leültünk beszélgetni, és akkor mondom, hogy jó, oké, és már próbaidőszakban nekiálltam rajzolgatni, hogy mégis mi van az én fejemben ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, az már egy másik történet, igaz? Igaz, bólintottam. Egy napra csak egy. Tegyük el magunkat holnapra, a szobáik készen állnak. Szépséges álmokat. Szép álmokat, mondta Nuka. Igen, szépeket. Néztem rá Nukára a vackor pálinkától párás szemekkel. Majd nem sokkal később ránk borult az álompaplan a fazékdombon, a régi kalappanzióban, hogy másnapra új kalandokra ébredjünk Nukával. Persze, ez már egy következő fejezet. Ezeket nem lehet befejezni, mert ez... Ez olyan, mint mint az élet. Tehát, hogyha most én holnaptól már nem csinálom, vagy nem vagyok, akkor van valaki utánam, aki kapcsolódik hozzá, és az viszi egy másik történetbe. Tehát, hogy ez nem hiszem, hogy nekem ezek olyanok, hogy nincs. Igazából, amit régebben csináltunk, ugye a Mese a Látó Egyről című mesét, az is olyan, hogy holnap lehetne folytatni. Tehát, hogy lehetne annak még egy kört, előveszed a szereplőket, és akkor ez ugye annyiba speciális, hogy ahogy indult, hogy hát ugye gondoljuk el, van egy abszurd helyzet, hogy azt mondja, hogy hát nem is, az még ugye nem abszurd, hogy mondja a Rita, hogy írjunk egy
mesét egy jegesmedve lányról. És akkor mondtam, hogy jó. És akkor az abszurd ötlet az már én voltam, hogy mi van, ha tényleg úgy van, ahogy ezt, ugye egyszer csak itt van, tehát hogy nincs. És akkor jön az összes, és igazából semmi más nem csinálja, vagy próbáltam csinálni, hogy végig gondoltam, hogy mit csinálna az ember egy ilyen helyzetben, és tényleg végig gondolja, ugye, hogy túl sokat ivott, vagy valami baj van, vagy most kéne hívni a mentőt, vagy mi az Isten, de nem, egyszer csak itt van, és akkor onnantól kezdve létezik. Meg jó volt az a jó az a szempont, amivel lehet, hogyha ez nincs annyira, így az ember nem gondol bele, hogy foglalkozik-e vele, azt nem tudom, az embere válogatja, de hogy azt, hogy egy olyan ugyan mondják ezt, most a szempont jutott eszembe, de ez rossz szó, hogy a szemszög, ez a jó szó, hogy ez a Nukának a szemszöge. Tehát, hogy ráébreszteni egy felnőttet arra, hogy mit felejtett el, vagy mit tett tönkre benne a világ, ami nem biztos, hogy tönkre kéne, hogy menjen. Tehát, hogy, és hál' Istennek rengeteg ilyen felnőttet ismerek, akiben nincs tönkretéve. Tehát most lehet, hogy ilyen lilának tűnik, amiket mondok, de hogy azt a részét, hogy ami a jó értelembe vett tiszta gyermeki bennünk, vagy nem tudom szebben fogalmazni, hogy megint úgy nézzél egy eső után egy kertre, hogy de ahol én ültem, ugye hát mindig azt az ember azt használja, amiben éppen van. Tehát ahol csomó helyszín, tehát a borcsupor borbála, a fazékdombi régi kalap panzió, ezt így tudnék neked fényképet mutatni nálam otthon a szekrény teteje. Tehát ott van egy ilyen nagy káposztás fazék rajta, egy ilyen régi kalap, ami egyébként az én nevelőapám nagyapjáé volt, tehát ez egy déd nagypapa kalap tényleg, és akkor mellette meg volt egy ilyen kisebb borcsupor. Ezek ott voltak, tehát oda kerültek fel a szekrény tetejére, és akkor tudod, hogy hogyan kéne Diának mi? Aha. És akkor ott van a többi meg egy nagyszerű játék szerintem, hogy mit lehet fantáziával. Meg hogy persze az is, az biztos benne van, hogy arról beszél az ember ilyenkor akarva akaratlanul, ami benne van, vagy éppen nyomja a lelkét, vagy szeretné, hogy úgy lenne. Vagy. És a nevek meg ugye most megint elkanyarodtam jól, mert az Illánákot kérdezted ugye talán a legelején. Az meg teljesen egyszerű, az megint gyakorlati a szempont volt. Nekem valahogy a fejembe akadt ez a jegesmedve, hogy kerül ide, és ugye konkrétan jelen pillanatban jegesmedvék a kialás szélén vannak, tehát és ezek a nevek ott északon, ezek meg ugye eszkimó nevek, inuit nevek, és ez sima Google-be befötyögött, hogy inuit nevek, és akkor kidob a Google három oldalt, és ott vannak, és oda van írva, hogy Illánnák barát. Mert ott még ezek a klasszik indián beszélő nevek vannak. Ugye Nuka a fiatalabb testvér. És akkor így, ezek mind így jöttek. A Tomkinnak is jelentése van egyébként, csak arra már nem emlékszem, hogy mi. Most bocsánat, azt most nem jut eszembe, de az is inuit egyébként, a Tomkin. Hát ezek így. A többi meg ugye, azok meg imádom. Ezt a Bereményi Géza mondta nekem annak idején, még beszélgettünk erről, és a Géza mondta, hogy figyelj, kell bele, akkor jó egy bármilyen írás, meg dalszöveg, van benne név. Kell benne név. Tehát azt mondod, hogy a Károly. És akkor már akárki olvassa, tudja, hogy van a rokonságban egy Károly, és akkor az már, tehát az már egy... tehát benned olyasmit indítál, hogy személyes lesz. És akkor, tehát a Gézának a dalszövegei ugye tele vannak nevekkel, pont emiatt. Az meg hogy ezek milyen nevek, tehát, hogy borcsupor, borbála, ezek ugye beszélő nevek, vagy nem tudom, vagy jellemeznek, vagy azokat meg én szeretem. Tehát az meg talán Lázár Ervin, nem tudom. Richár Kamil csapatát összekovácsolta a hozzáértés és a szeretet, ők idolok az egyszerűségben is, ami mértéksűrítő érvényű jelenség a 21. században. Közösségtapasztó emberek, akik létükkel összegeznek, új utakat nyitnak és előre jeleznek.